A Hieroteosz Egyesület az Itthon Fiatalon projekt keretében ifjúsági találkozót szervezett péntek délután Nyíregyházán, a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán. A találkozó célja a fiatalok és idősek közti kommunikáció elősegítése volt. Ennek a rendezvénynek a célja a Hieroteosz Egyesület számára nagyon fontos a generációk közötti párbeszéd, az idősek és a fiatalok közötti párbeszéd, a sport, és ezekről a megyei közösségeit érintő kérdésekről való közös párbeszéd, közös gondolkodás. Ennek jegyében szerveztük meg ezt a mai rendezvényt, amelyen Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, olimpiai ezüstérmes úszó vendégünk. Azt gondolom, hogy ő a fiataloknak és a kevésbé fiataloknak is egy olyan előadást, egy olyan gondolatébresztőt tud tartani, ami számukra komoly útra való lehet a pályaválasztás, az életben való elindulás területén. A Hieroteosz Egyesület számára fontos, hogy a megye fiataljait és a megye értékek iránt nyitott közösségeit elérje. Az esemény nem csak a közös gondolkodásról szólt, hanem a keresztény értékekről, valamint arról, hogy a hit az élet számos területén fontos szerepet játszik. Ilyen például a sport, ami szoros összefonódásban van a vallással, mondta el beszédében Szabó Tünde sportért felelős államtitkár. A keresztény értékekről szól ez az ifjúsági találkozó, és Nyíregyházának mindig is fontos volt a hit, a vallás, és ugye Európában látva a helyzeteket sokkal jobban felértékelődött most az elmúlt időszakban, hogy mi keresztények vagyunk. És ezt meg kell őrizni, ápolni kell, a fiataloknak tovább kell adni, és az ő kezükben van, ugyanis Magyarország jövője, így akár a helyi városokban, településekben is minél több rendezvényt hozunk, ami közösséget teremt, közösség teremtő erővel tovább fogjuk tudni vinni ezeknek az értékeit és a kereszténységet, a hitet, a vallást. Az államtitkár hozzátette azt is, ha van egy stabil értékrendszer, amiben hihetünk és amiben hinni tudunk, az csak pozitívan befolyásolhatja életünket.